Visszatértem a YouTube-ra másfél év kihagyás után körülbelül, mondjuk még mindig nem gondolom, hogy ezen a csatornán rendszeres videók lesznek, viszont most egy izgalmas, hát nem mondanám kalandnak, utazásnak sem, sőt izgalmasnak sem, de a lényeg, térjünk a lényegre. Mandula műtétem lesz, és szeretnék mindent dokumentálni, hogy aki hasonló cipőben jár, mint én, megnézze ezt a videót, és tájékozódjon mindenről. Ebben a videóban láthatjátok majd, hogy milyen vizsgálatok voltak, hogyan élek meg minden egyes fázist, pillanatot, úgyhogy tartsatok velem. Kezdjük is az elején, de még mielőtt belekezdenék abba, hogy hogyan jutottam el idáig, ugyanis itt vagyok a szobámban. Nagyon szép kis szobát kaptam, amikor a nővérke bekísért, azt mondta, hogy nagyon szép szobát kapott, tengerpartra néz, pont mint Dominiken. Mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm. Na szóval ott az ágyam, itt van a fürdő. És hát nem igazán tudom megmutatni a tengerparti kilátást, mert matrica van rajta, de hát gondolhatjátok, hogy itt a Váci úton milyen csodaszép kilátás lehet. Na most nézzük meg, hogy miért kerültem ide, és hogyan kerültem ide. Azért szántam rá magam erre a mandula műtétre, mert az elmúlt 4-5 évben nagyon sok problémám volt a mandulámmal. Nagyon sokszor begyulladt, a nyáron például 2 hónap alatt 2-szer volt tüszös mandula gyulladásom, egyébként állandóan bedurran, ha mondjuk kilépek a hidegbe, vagy ha repülök. Igazából tényleg csak a baj van vele, úgyhogy úgy döntöttem, hogy jobb megszabadulni tőle. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan jutottam el eddig a pillanatig, a műtét napjáig. Kimondani is rossz. Na mindegy, szóval eljöttem a fülorgégész doktor úrhoz a panaszaimmal, elmondtam neki, hogy sűrűn begyullad, a házi orvos azt javasolta, hogy kapjuk ki. Egyébként még hozzátettem, hogy az elmúlt 4 évben konkrétan a fejére csökkent a hajam, tehát én egy kicsit úgy érzem, hogy a hajhullásomat is ez az állandó krónikus mandula gyulladás okozhatja. Megnézte a mandulaimat, látta, hogy hegesek, tehát látta, hogy azért itt tényleg meg voltak gyepálva az elmúlt időben, úgyhogy ő is azt javasolta, hogy vegyük őket ki. Ezután el kellett mennem tüdőröntgenre, EKG-re, egy vérvételre. Beszélnem kellett az altatóorvossal, illetve volt egy PCR-tesztem. Hál' Istennek mindenhol minden stimmelt, úgyhogy elérkezhetett a műtét napja. Kaptam egy nagyon hosszú leírást, hogy pontosan miket kell csinálnom a műtétig. Nagyon sok papírt kellett kitölteni, aláírni, letanúztatni, illetve amire nekem figyelnem kellett, hogy tegnap este 8-ig ehettem utoljára, 10-ig ihattam, és ma reggel csak 2 deci vizet ihattam, úgyhogy hát szomjas is vagyok, éhes is vagyok, bár tegnap azért nagyon durván sokat ettem, mert tudtam, hogy azért a következő időszak az nem a jó kis lakmározásokról fog szólni, úgyhogy tegnap este benyomtam egy óriási szaros gombás tésztát, ami iszonyatosan finom volt, úgyhogy erről fogok álmodozni a következő napokban, hetekben. Felvettem a kis műtős ruhámat, kaptam 2 pirulát, az egyik hányingerre való, a másik pedig nyugtató, úgyhogy ezt most be kell vennem, és 1 óra múlva kezdődik a buli. Visszatértem a szobámba, most ébredtem. Várom a doktor urat, elvileg minden rendben volt, de hamarosan jön a doktor úr, és elmeséli. Mindenre emlékszem, tehát amikor bementünk, ahogy átfeküdtem a műtőasztalra, hogy ott viccelődtünk az orvosokkal. Nagyon aranyosak voltak tényleg. Aztán arra is, amikor elaludtam, arra is emlékszem, amikor felébredtettek utána, hogy feküdjek át a másik ágyra, illetve azt, hogy végig visszahoztak ide a szobámba. Aztán el is aludtam, igazából mondták, hogy aludjak nyugodtan, úgyhogy most ébredtem. Nyilván fáj a torkom, tehát érzem, most ittam egy picit, és éreztem, hogy ahogy így folyik rá a víz, ott nincsen semmi, szóval furcsa az egész. Egyébként ilyen tompa fájdalom, de
és hát nem azt, hogy tompa, hanem inkább olyan fájdalom, mint amikor be van nagyon durván durranva, és amikor így be van gyulladva, és nehéz beszélni, nem esik jól enni, inni, és minden mellett van egy ilyen nagyon furcsa fáradtság rajtam. Úgyhogy kérdeztem is a nővérkét, hogy ez most ez az állapot, ez így mi, ez jobb lesz, rosszabb lesz, jó, nyilván remélem jobb lesz, de hogy lesz ennél még rosszabb. A doktor egyébként a konzultáción azt mondta, hogy nem a műtét napja fáj a legjobban, hanem két nappal később. Úgyhogy meglátjuk, azért remélem ennél jobbat nem fog fájni. És akkor most várom a doktor urat, hogy elmondja, hogy mi volt a műtéten, illetve hogy milyen további teendőim vannak, illetve azt, hogy miért van orrhangom. Bejött a doktor úr, azt mondta, minden rendben volt. Ez a bal oldali, mint nekem bal. Az a volt pici probléma, ezt nehezebben tudta kiventett maga a sebb mélyebb. És egyébként ezt érzem is, hogy ez az oldal sokkal jobban fáj, mint a másik. Mondta a doktor úr, amikor ráfogott magára a mandulára, akkor jött ki belőle, aminek jönnie kellett, úgyhogy abszolút indokolt volt, hogy ezeket eltávolítsuk, mert egy gócpont, tehát egy folyamatosan gennyes volt, folyamatosan gyulladásban volt, úgyhogy én is kicsit úgy érzem magam, hogy így megtisztultam, hogy eltávolítottam a gonoszt. Nagyon szerintem az altató beszél belőlem, hogy ilyen hülyeségeket mondok. De a lényeg az, hogy kaptam teát, azt elkezdtem inni, akkor kértem, hogy ne legyen cukros, mert annyira rosszul esik ez az édes cucc most, hogy hány ingerem lett tőlem. Úgyhogy most kaptam sima vizet, vagy egy hány utálat. Úgyhogy most megpróbálok visszaaludni. Olyan hány ingeremet, hogy kaptam egy infúziót. Hát itt vagyok az első estén, borzalmas volt a mai nap. Igazából, amint kijöttem a műtőből, és felébresztettek, utána egy picit jó volt, aztán jött az elképesztő hány inger, ami nem hagyott aludni, és nagyon-nagyon szenvedtem tőle. Kaptam mindenféle rá, de semmi nem olasztotta el. Aztán talán egy órával ezelőtt hánytam a frissen műtött torkommal, nagyon jó volt. Viszont nagyjából csillapodott ez a hány inger, úgyhogy most már így merek inni egy picit. Egészen nem tudtam inni, úgyhogy infúzión kaptam a folyadékpótlást. De mindezek ellenére minden rendben van. Remélem nem jön vissza a hány inger, illetve kaptam egy pudingot vacsorára. Ugye egészen nem ettem semmit, de őszinte leszek, nem is kívánom. Tehát minden nyelés fáj. Enni, inni meg pláne, úgyhogy most egy kicsit túlélek. aztán megpróbálom átaludni az éjszakát, 5-kor jön a nővérke a reggeli vizitre. Gondoltam, megpróbálkozom ezzel pudinggal. Egyébként óriási piros pont a kórháznak, mert jeleztem, hogy tejfehérje érzékenységem van, és emiatt ilyen szójateljes pudingot hoztak, úgyhogy köszönöm szépen. Kívánnám, meg az ízt, meg megenném, de rá gondolok, és hány ingerem lesz, úgyhogy lehet, hogy mégsem próbálkozom meg vele. Minden esetre, hogy nem tudom, óriási dilemmákban vagyok itt, lehet, hogy még mindig várok egy kicsit. De egyébként most már este 8 óra van. A vizet kortyolgatom, azt tudom, hogy muszáj, fáj is rendesen, de küzdök. Annyian sokan túlestek már ezen a műtéten, ahogy rajtam fogjam már ki. Este 10 óra van, jelentem, megettem a pudingot. Sokkal jobban vagyok szerintem. Nyilván nagyon fáj minden egyes nyelés, meg a beszéd is. 10 óra van, tévézek, telefonozok, és szerintem hamarosan elmegyek aludni. Jó reggelt, hajnali 5 óra van, most volt a reggeli vizit. Hál' Istennek a hány inger teljes mértékben elmúlt. Kaptam egy fájdalomcsillapítót, meg lettem dicsérve, hogy ettem, ittam este.
Úgyhogy most várom a doktor urat 7-kor, aki megvizsgál, és ha minden igaz, utána mehetek haza. Megkaptam a zárójelentésemet, itt járt a doktor úr, illetve egy nagyon hosszú listát, hogy mit tehetek, mit nem mehetek. Igazából a lényege, hogy pépeset kell egyek 2 hétig, és kerülnöm kell minden fizikai aktivitást, ami onnantól, hogy lehajolok, bekötni a cipőbet, meg azt sem szabad, nem szabad cipekedni, és a többi, hogy felszakadjon a seb, mert ha felszakad, akkor újra be kell jönnöm, és újra össze kell varni, és itt kell aludni. Azt mondom, nagyon szeretném elkerülni, úgyhogy betartok majd mindent, az biztos. Nagyon aranyos volt a doktor úr, kaptam tőle kis karácsonyi meglepit, hát mennyire cuki. Ezt még ki kell szedni a kezemből, utána szerintem indulhatok is haza. Nos, megszabadultam a branültől, már csak ez van a kezemen. Eltusoltam, átöltöztem, reggeliztem, legalábbis egy kenyeret elmajszoltam. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy minden rendben van, és nem fogok éhelni. Minden esetre összepakoltam gyorsan, és most már csak haza kell mennem. Tényleg sokkal-sokkal jobb a kedvem is, a közérzetem is. A fájdalom is sokkal gyengébb, mint tegnap, úgyhogy ha valaki belevág ebbe a mókába, akkor az első 12 óra az tényleg ilyen pokol, de utána azért folyamatosan egyre jobb. Nyilván mindenki másmilyen típus, másképp gyógyul. Én nem tudom, hogy milyen gyorsasággal fogok gyógyulni, de hát majd ezt is folyamatosan mutatom be továbbra is. A lényeg az, hogy természetesen fáj az evés, a nyelés, a beszéd is egy kicsit, de egyáltalán nem annyira, mint tegnap, tehát most már azért ez is sokkal jobb. Majd aztán a továbbiakat látom, egy hét múlva kell visszajönnöm kontrollra. Eljött a búcsú pillanata. A műtétem másnapján este vagyok itt, ugye ma reggel jöttem haza a kórházból, ott fejeztem be az utolsó videót, és ott nagyon-nagyon jó kedvem volt, tudtam is enni egy pici reggelit, jó volt a közérzetem, kevésbé voltak fájdalmaim, és biztos voltam benne, hogy juhú, nekem akkor az ennyi volt, innentől kezdve egyenes út a gyógyulásig. Hát azért ez nem így volt. Hazajöttem, elkezdtem egy picit pakolászni, és utána megint nagyon rosszul lettem, nagyon fájt megint a seb. Megpróbáltam elaludni, egyébként 4 óránként szedem a kataflámot, az valamennyit segít. Megpróbáltam elaludni, viszont folyamatosan olyan érzésem volt, hogy nyelnem kell. Tehát valószínűleg a seb gyógyul, és emiatt picit úgy viszket, és folyamatosan úgy éreztem, hogy nyelnem kell, vagy innom kell rá. És akárhányszor megpróbáltam elaludni, és jött az inkább, hogy nyelnem kell egyet, arra eleve felébredtem, és amikor maga a nyelés megtörtént, ami rettenetesen fáj, akkor meg nyilván már vízhetesen tudtam aludni egy pár próbálkozás után. Elkezdett egy picit fájni a fülem is, tehát hogy ez így elkezdett így kisugározni. Nem nagyon ettem ma. Ettem egy ilyen kis kenyérbelsőt, babakajával próbálkoztam, meg egy ilyen zöldség és turmixal. Körülbelül ennyi volt ma, meg ittam 2 liter vizet, nagyon büszke vagyok magamra, meg körülbelül 1 liter hóescét, valamiért a gyümölcslé esik most jól. Itt vagyok a 3. napom helyzetjelentésével. 3. napom estéjén vagyok, és hát ahogyan indult ez a nap, az a legrosszabb volt eddig az összes reggel közül. Ma tényleg olyan fájdalommal ébredtem, hogy mondom, úristen, ha az egész nap ilyen lesz, akkor ott vége. Én kitépem valahogy a torkom a helyéről, mert ugye reggelre mindig kimegy az a fájdalomcsillapító, amit este utoljára beszedek. És ugye napközben pedig, amikor már érzem, hogy kezd kimenni a hatása, gyorsan beveszek egy újat, de nyilván éjszaka ezt nem figyelem. Úgyhogy reggel ilyen elképesztő fájdalomra ébredek mindig, de ez a mai, ez tényleg pokol volt. Felébredtem hajnali 4-kor, rettenetesen fájt.
De vissza tudtam aludni valahogy, nem tudom, hogy hogyan, de 6-kor újra felébredtem, akkor már nem bírtam visszaaludni. Úgyhogy lementem, bevettem egy fájdalomcsillapítót, megint elaludtam, 8-kor megint felébredtem, visszaaludtam, aztán 10-kor véglegesen felkeltem. Szóval úgymond óraszámban sokat aludtam, de nyilván nagyon sokszor megszakadt sajnos. Az vigasztalt, hogy a nap folyamán viszont sokkal-sokkal jobban voltam már, mint tegnap. Folyamatosan 4 óránként szedem a fájdalomcsillapítót, és ma már voltam annyira jól, hogy azért így jöttem, mentem a házban, olvastam. Karácsonyfát díszítettem, amit viszont nem biztos, hogy kellett volna, mert amúgy hajolgattam le a díszekért, nagyon megfájdultak a sebek. Úgyhogy igaz, hogy nem szabad hajolgatni, most már én is érzem és tudom. De egyébként ezen kívül ma egészen jól voltam. Enni mit tudtam enni? Elmajszoltam egy ilyen túrós táskát, de hogy így konkrétan 20 perc alatt tettem meg a túrós táskát, annyi ilyen nagyon-nagyon puha volt, és tényleg nagyon sokáig rágtam, meg nagyon odafigyeltem arra, hogy pépes legyen, amikor lenyelem, és így semmi probléma nem volt vele. Úgyhogy azt tettem reggelire, utána meg talán pudingot ettem, de nem is nagyon emlékszem. Nem voltam annyira éhes, tehát inkább folyadékot ittam ugyanúgy, mint tegnap, 3 liter vizet, meg ugyanúgy gyümölcslevet is, ma már kívántam kávét, úgyhogy langyosan ittam a kávét, mert nem szabad forrón. Nagyjából ez volt a mai menü, még délután ettem valamit, de már nem emlékszem rá. Kicsit úgy érzem, hogy emiatt a rengeteg fájdalomcsillapító miatt így kihagy a memóriám, meg csak úgy létezem, úgy elfelejtem a dolgokat. De hát nem baj, ez most erről szól. Tudom, mit ettem délután, zöld borsó főzeléknek a levét. Tehát az nyilván nem teljesen lé, hanem egy kicsit ilyen főzelékes, de az nagyon-nagyon jól esett. Ennyi volt a harmadik napom. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a holnap és a holnap után, mert a doktor úr azt mondta, hogy a 4. és az 5. nap fog ez a sebben lévő fehér valami leválni. És elvileg az nagyon fájdalmas, és az a 4., 5. napon történik. Úgyhogy rettegek a holnaptól és a holnap utántól, mert amilyen fájdalommal ma ébredtem, hát így tényleg nem kívánom senkinek. Úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz nagyon fájdalmas a holnap után, de hát ezt majd meglátjuk. Egyébként ma már telefonálni is tudtam. Nem mondom, hogy jól esett, azért egy picit fájt, de szerettem volna apával beszélni, úgyhogy egy fél órát beszélgettünk. Szűkszavú voltam, de egyébként a lényeg az, hogy már tudtam egyet telefonálni, ami azért nagy öröm. Nos, ennyi voltam mára, holnap találkozunk. A 4. nap estéjén vagyok. Hosszú nap volt a mai, egyébként ugyanúgy hajnali 4-kor fölkeltem, most fent bekészítettem a fájdalomcsillapítót, bevettem és visszaaludtam egészen 9-ig, 9:30-ig, akkor felkeltem véglegesen, megint borzasztó erős fájdalomra, lementem, fájdalomcsillapító fél óráig így imádkoztam, hogy teljen már el fél óra, teljen már el fél óra, amíg hat a kataflem. Aztán ugye egészen jól voltam délutánig, ittam kávét, ettem pudingot, és akkor délután rám jött egy hányinger, és nagyon erős fájdalmak megint. Azt nem igazán értettem, és tudtam hova tenni, és most már elkezdték csípni a dolgok a torkomat, tehát mondjuk ittam a gyümölcslevet, és így mintha marta volna. Szóval azt gondolom, hogy az a fehér réteg, van egy ilyen fehér réteg a sebeken, aminek majd le kell peregnie. Ez jelenti majd a gyógyulást, és szerintem azok elkezdtek leperegni, és alatta ugye a friss hús az nagyon-nagyon fájdalmas, tehát az, ami érzékeny most már mindenre. Tehát most már evés után is nagyon érzékeny a torkom, nem csak közben. Ugyanúgy napi 4 kataflámot nyomok. Most délután volt ez a nagyon hányingeres pár órám, akkor aludni próbáltam, de nem tudtam. Fájt a torkom, de még nem vehettem be a következő adag vagyis kataflámot, úgyhogy kicsit szenvedős volt ez a mai nap, plusz volt egy hosszabb telefonbeszélgetésem, amit muszáj volt megejteni, és utána rettenetesen fájt a torkom, tehát az biztos, hogy 1 órán keresztül még nem szabad, hogy beszéljek.
Nagyjából ennyi volt a mai nap. Este ettem egy ilyen nagyon puha túrós táskát ettem, amit 20 percen keresztül majszoltam. Általában ezt a kocsiban szoktam enni, és 3 perc alatt betolom, na most 20 percig mini falatokban, nagyon jól megrágva, hogy nagyon pépes legyen, mert azt vettem észre, hogy a gyomrom elkezdte nem bírni ezt a sok fájdalom csillapítót, úgyhogy kénytelen vagyok szilárdabbat enni, úgyhogy ettem egy ilyen nagyon puha túrós táskát, meg egy kis krumplipürét. Most pedig megyek aludni, és bízom benne, hogy reggel nem fogok nagyon fájdalmas torokra ébredni. Az 5. napom estéjén vagyok, egyre könnyebben beszélek, azt gondolom, de azért még mindig fáj. Talán ma kezdett el leperegni az a fehér réteg, ami a sebeken van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a vágás helyén, meg körülötte egy nagy pacában van egy ilyen fehér réteg, és arra várunk, hogy ez leperegjen. Szerintem ma kezdett el, mert ma láttam azt, hogy kis darabkákban hullik le. Nem túl kellemes, ellenben eléggé fájdalmas, viszont ma már próbáltam enni egy picit többet. Anyukám készített rakott karfiolt, abból ettem nyilván rettenetesen megrágom. Tehát nagyon-nagyon sokáig étkezem, pici adagokat is. Folytattam a vízivást, az is egy picit könnyedebben ment ma, több mint 3 litert megittam, ittam kávét, viszont délután nagyon-nagyon rosszul lettem, nem is tudom, hogy mitől, de nagyon elkezdett fájni, és most már a fájdalom csillapító is olyan, mintha kevésbé hatna, vagy rövidebb ideig, vagy nem tudom, hozzászokott a szervezetem, de azért vannak pillanatok, amikor így na jó, inkább gyorsan megpróbálok elaludni, aztán nyilván nagyon fájdalomra ébredek, de azt gondolom, hogy elkezd leperegni ez a fehér réteg, most már kifele fogok mászni ebből az egészből. A 6. napom estén vagyok, 6. napja melegítőben, meg 6. napja nem mostam hajat, ami azért az én közérzetemnek nem tesz túl jót. Úgyhogy nagyon várom már, hogy kimozduljak holnap után, amikor megyek a kontrollra, akkor hajat is fogok mosatni, meg egy kicsit úgy nem tudom összekapni magam, mert ez az egy hét fekvés, ez fú, szörnyű nekem, aki tényleg örök mozgó. A mai napom reggele. Katasztrófa volt, mint minden egyes reggel, viszont a nap hátra levő része egészen jól alakult. Voltak vendégeim, meglátogattak ma a barátaim, velük is tudtam beszélgetni, meg úgy viccelődni. Nyilván, amikor kimegy a fájdalomcsillapító hatása, akkor azért nagyon fáj, és amikor egy kicsit csendesebb vagyok, de egyébként tök jól éreztem magam velük. Nem, hát, vagyis azt nem tudom mondani, hogy nem rosszabbodott, mert folyamatosan azt érzem, hogy ég a torkom, tehát, érzem, hogy pereg le az a fehér hártya, amit tudom, hogy a gyógyulási jele, de rettenetesen fáj. Tehát nem rosszabbodik, hanem tudom, hogy javul, de ez fájdalomban olyan, mintha egyre rosszabb lenne. Egyébként minden ugyanúgy történt, mint az elmúlt napokban. Pihentem, feküdtem, olvastam, tévéztem, telefonoztam, picit dolgoztam nyilván a laptopom, és ezekből állnak a napjaim, de most nagyon fáj beszélni, úgyhogy be is fejeztem. A 7. napom reggelén vagyok, és valamiért nagyon fáj most ez az oldal. Általában ez az oldal szokott fájni, és a doktor úr is azt mondta, hogy itt mélyebb a seb, de valamiért most a jobb oldal nagyon fáj, és nem igazán értem, hogy miért. Na mindegy. Szóval itt vagyok a 7. napom reggelén, és úgy voltam vele, hogy ha már kontrollra kell mennem, akkor elintézek pár dolgot is, ha már ki kell otthonról mozduljak, mert egyébként fizikálisan teljesen jól vagyok, erőm is van, úgy érzem, csak hát ugye nagyon fáj a torkom, tehát beszélni is nagyon fáj, meg enni, inni ugyanúgy. Tehát ezt nem értem, hogy ez hogy nem múlik most már 7. napja. Egyébként kezd fogyni a türelmem. Én megszoktam azt, hogy hip-hop, hál' Istennek meggyógyulok. Tényleg mindenből, és ez most így fura, hogy ez ennyire lassan megy. Na mindegy, megpróbálok türelmet gyakorolni legalább, megtanulok türelmesnek lenni.
Szóval a mai napon egy pár dolgot beiktattam. Például olyan fontos dolgokat, mint körmös, mert a műtét miatt már nagyon le vannak nőve a körmeim, illetve nem moshattam hajat az elmúlt héten, mert nem hajthattam előre a fejemet, illetve itt hátul a nyakamat nem érhettem meleg, mert ugye ez vérbőséget tud okozni a fejben, ami nekem egyáltalán nem javallott, mert akkor bevérezhetesebb. Úgyhogy elmegyek hajat mosatni, illetve elmegyek egy-két karácsonyi ajándékot beszerezni, mert hát rohamosan fogy az idő. Úgyhogy a mai napra ez a tervem, nyilván megpróbálok időben hazaérni, azért még tudom, hogy pihennem kell, meg hát a hangom azért nagyon nincs még a helyén, és tényleg fáj, szóval nyilván nem fogok egész nap menetben lenni, megpróbáltam ilyen light-os programokat azért összerakni a fodrásznál, és a körmösnél is csak ülni kell, és a boltban meg pontosan tudom, hogy miért megyek, tehát nem shoppingolni megyek meg nézelődni, hanem céltudatosan, célirányosan. Kész a körmöm! Ilyen Mikulás sapkás piros lesz. Itt vagyok, a fodrászatban. Megtörtént a kontrollvizsgálat, és hál' Istennek minden rendben van. Egy újabb adag fájdalomcsillapító, ha minden igaz, már csak egy napig. Fú, nem is tudom, hanyadik napon vagyunk, 8. talán. Kicsit elvesztem itt a napok számolásában, mert kicsit monotonok a napok, és csak úgy telnek, legalábbis várnám, hogy teljen, hogy gyógyuljak már meg, de hát ez még mindig várat magára. A kontrollon a doktor úr szerint minden rendben halad, és minden normális, amit tapasztalok. Ez a konstans fájdalom is, és azt ígérte, hogy a következő egy-két napban ugrásszerűen jobban leszek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy igaza lesz. Amit észrevettem közben itt a napokban, hogy rettenetesen kipattogott a bőröm, de hogy ilyen nagyon csúnyán. Úgyhogy ez nem tudom, minek lehet a jele. Szerintem annak, hogy tisztul a szervezetem. Mégiscsak megszabadult egy gyulladt, gennyes dologtól, úgyhogy bízom benne, hogy az, hogy rengeteg folyadékot iszom, ez a sok pattanás most annak a jele, hogy tisztul a szervezetem. Jaj, csuklani is eléggé fáj. Na de a hangom ereje kezd visszajönni viszont, azért ezt mindenképpen pozitívan élem meg. Igazából a szokásosat csináltam ma is, azért kikimozdulok itthonról, próbálok olyan dolgokat csinálni, amiket szeretnék elintézni, de nem jár különösen fizikai aktivitással, de érzem, hogy kell a pihenés, és érzem, hogy kell az, hogy itthon legyek, nyugodban legyek, ne beszélgessek, sok folyadékot fogyasszak, mert tényleg így gyógyul a leggyorsabban. Már nem tudom, hogy ennél gyors, ennél lassabban, hogy tudna, de mindegy. Mégis ez a leggyorsabb, akkor csinálom így. No, holnap újra jelentkezem. 10. napom estén vagyok most itt, és lekopogom, kop, de azt kell, hogy mondjam, hogy végre jobban vagyok. El sem hiszem, tényleg annyira vártam már ezt a napot. Mondta a doktor úr, hogy hamarosan jönni fog az a nap, amikor jobban érzem magam. Hát megérkezett, hál' Istennek. Ami abban nyilvánul meg, hogy mondjuk nem 3 óránként kell fájdalomcsillapítót szednem, hanem mondjuk 5-6 óránként, ami szerintem óriási ugrás. Mindemellett nagyon sok ételt most már tudok enni. Tehát ma például szendvicset ettem, és semmi problémám nem volt. Az ilyen fűszeres dolgokkal kell óvatosan, meg az ilyen keserű, savas és a többi dolgokkal. Nem szoktam fűszeres ételeket enni, de most például a sóbors sem jó, mert marja a torkom, tehát folyamatosan azt érzem, hogy így ég tőle. Ugyanez a gyümölcslé, vadassal próbálkoztam, tehát ezek még nem mennek, de nagyon sok étel már igen, úgyhogy az óriási boldogság. Mindemellett a hangerőm is kezd visszatérni, úgy érzem, hogy egyre hangosabban tudok beszélni, mondjuk kiabálni még egyáltalán nem, mert Malicsi kiszökött, és utána próbáltam kiabálni, és ez nagyon fájt még.
Úgyhogy az annyira nem, de egyébként ugye a hangom kezdi visszanyerni az erejét. Elvittem tesómat buliba, tehát hogy így kimozdultam, sokkal-sokkal jobb a közérzetem, tényleg főztem is ma, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy igaza volt a doktor úrnak, amikor azt mondta, hogy ilyen ugrásszerű javulás lesz, mert tényleg azt érzem, hogy a tegnaphoz képest, tegnap nagyon mély ponton voltam, hogy a tegnaphoz képest ez a mai nap, ez sokkal-sokkal jobb. Úgyhogy nem merem elkiabálni, de bízom benne, hogy innentől csak egyenesen és fölfele. Tényleg szerintem most már csak arra kell vigyáznom, hogy ne ugrandozzak, ne ficánkoljak, hogy minden ugyanígy szépen gyógyuljon. Nagyon kell vigyáznom, mert van, akinek a 15. napon vérzett be a sebe, tehát hogy azért ez még tényleg egy jó 10 napig nyugi, nagyon nyugi. Illetve ne egyek olyan ételeket, amik marják meg, csípik a torkom, és igazából szerintem most ennyi a feladatom. Azt gondolom, hogy a nehezén most már tényleg túl vagyok, úgyhogy... Na, sziasztok! Itt vagyok a 13. napom estén. Egy kicsit összezsúfolottak a napok, úgyhogy nem biztos, hogy rendesen tartom az időt a bejelentkezésekkel kapcsolatban, de igazából mostantól csak inkább helyzetjelentéseket szeretnék csinálni, mint sem pontosan a napokat, mert most már nagyjából hasonlítanak a napok egymásra, legalábbis a fájdalmat és a javulást tekintve. Nos, a mai napon volt a születésnapom, úgyhogy egész nap menetben voltam, illetve este összeültünk egy vacsorára. Nem ittam alkoholt, mert a kataflámra én azt egyáltalán nem bírom, illetve 2 hétig nem is szabad a műtét után, tehát ezt én teljes mértékben betartottam. Nyilván nem bulisztam, utána táncoltam, kiabáltam, énekeltem, stb., hanem tényleg csak egy vacsorában voltam a barátaimmal, és kocintottunk egyet. Viszont ami azt illeti, nagyon-nagyon megfájdult a torkom, tehát ezzel tényleg vigyázni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára, és egy kicsit jobban érezzük magunkat, akkor még bőven nem vagyunk jól. Én ennek a tudatában mentem el ma vacsorázni, hogy tudom, hogy nem vagyok jól. A születésnapomra szeretnék kimozdulni egy vacsorára, viszont csak hangos a zene, csak sok az ember, csak beszélgetek mindenkivel. Viszont azt tudnom kell, hogy ez azért még messze nem tökéletes állapot, úgyhogy most ezt megünnepeltem, aztán köszönöm szépen, visszatérek a kis pihenős mindennapjaimba, mert ez tényleg nem játék. Minden esetre a lényeg az, hogy ugyanúgy fájdalomcsillapítón vagyok, szerencsére lecsökkent az óraszám, tehát megnövekedett a két fájdalomcsillapító közötti óraszám, tehát tényleg 5 óránként kell fájdalomcsillapítót bevennem, de a lényeg az, hogy ha betartom azt, hogy nem ficánkolok, maradok egy helyben, nem beszélek, nem nevetek, nem beszélek hangosan, és a többi, akkor tényleg javul ez az egész. Ha viszont ennek ellene megyek, akkor viszont romlik. Az a fehér hártya, az viszont pereg le szépen, viszont nem szabad sietetni, erőltetni, és a többi. Úgyhogy ez egy jó kis lecke volt, és aki éppen mondulom műtéten esik át, vagy tervez, legalább az én példámból tanuljon, hogy nem szabad túl gondolni ezt, és ha picit jobban érezzük magunkat, az még nem a vége. No, elmegyek aludni, és jelentkezem majd az újabb fejleményekkel. A 19. napomon jelentkezem be, és azt kell, hogy mondjam, hogy végre valahára tényleg úgy érzem, hogy sokkal jobban vagyok. Napi 2 fájdalomcsillapító még kell, de hát sokkal jobb, mint a napi 5-6, úgyhogy ez már istenes. 19. napon vagyok, tehát mondjuk 2,5 hétnél járok. Én azt gondolom, hogy a teljes felépülésem 3 hét lesz. Le is kopogom, mert szeretnék elmenni snowboardozni. Úgyhogy ahhoz tényleg 3 napon belül rendbe kell jöjjek. Egyébként már meg tudtam mosni a saját hajam, tudtam hajolgatni, licsit sétáltattam, úgyhogy tényleg kezdek visszatérni az életbe, ami eléggé jó hír, végre valahára. Hál' Istennek karácsonykor mindent tudtam enni, jó fájdalomcsillapító azért kellett, mert a nyelés, evés, ivás az azért még
kellemetlen. Tehát ezt már nem hívnám fájdalomnak, ezt már inkább kellemetlennek hívnám, de ilyenkor bedobok egy fájdalomcsillapítót, és utána már semmi bajom. A kedvem is sokkal jobb, az energiaszintem is sokkal jobb, mehetnékem van, iszonyatosan hiányzik a mozgás, tehát az, hogy sportoljak, az már rettenetesen hiányzik, és azért is szeretnék elmenni snowboardozni, valamit végre mozogjak, és a elképesztő mozgásigényemből valamennyit teljesítsek. A bőröm egyébként javul, sokkal-sokkal jobb már, mint a műtét után. Még nem tökéletes, tehát azért még vannak apró pöttyök, de sokkal jobb már, mint a műtét után, úgyhogy én azt gondolom, hogy érződik a tisztulás a szervezetemben, mert tényleg olyan érzés, mint hogy kivették volna ezt a gócot, és akkor most itt a tisztulás ideje, a tisztítás ideje, és minden gonosz gyulladást és baktériumot kiűz a szervezetem most saját magából. Nagyjából ennyi a mostani állapotom. Az elmúlt napokban egyébként ez volt jellemző, és bízom benne, hogy a következő pár napban pedig teljes mértékben azt mondhatom, hogy visszátmandulák, a soha viszont nem látásra. Egy utolsó videó következik itt a mandulás a vlogomban. Nem csináltam videót a snowboardozás óta. Tehát, hogy most összefoglalom, mi minden történt azóta. Ugye pont 3 hetesen mentem el snowboardozni, nem volt semmi probléma, de eleve light-osra vettem, tehát nem akartam fekete pályán ezerrel lecsúszni, egyébként nem is tudok, na mindegy, de hogy eleve a snowboardozásból kimaradt nekem 3 év, és ugye a mandula műtét után 3 héttel nem annyira szerettem volna hősködni, úgyhogy csak light-osan csúszkáltam, és semmi probléma nem volt. Amikor hazajöttem, akkor egy picit éreztem, hogy jó, lehet, hogy meg kellett volna várni a 4 hetet, de megérte. De hogy meg kellett volna várni a 4 hetet, mert azért még fáj. Én nem fáj, nem akarom így mondani, hanem így be tud durranni. Tehát, hogyha sokat kiabálok, vagy sokat beszélek, akkor azért még érzem. De hogy így magától, meg hogyha pihentetem, akkor semmi baja nem volt. De a lényeg az, hogy azért várjatok meg a 4 hetet a sportolással, meg a hideg levegővel, és a többivel. Ugye a hűtézésre gondolok. No, mindegy is. Szóval 1 hónaposan már azt tudtam mondani, hogy csak az ásítás fájt. Igen, ha jól emlékszem, már csak az ásítás. Úgyhogy bármikor ásítanom kellett, akkor csak így próbálkoztam meg velem. De már semmi mással nem volt problémám, ettem, ittam, ami jól esett, nem érzékeltem már belőle semmit, ha belenéztem a torkomba, akkor is egy ilyen gyógyult heget láttam, tehát teljes mértékben gyógyultnak nyilvánítottam magamat. Most vagyok 3 hónappal a műtét után, és természetesen már régóta sportolok, tehát 6 hetesen tértem vissza az edzésbe, tehát, hogy ott a 3 hetes snowboardozás után még vártam 3 hetet, nyilván akkor már itt azért licsikével mászkáltam jobbra-balra, meg utaztam, sétáltam, kirándultam, de úgy futás, meg erőnléti edzés az 6 héttel később volt, a műtét után 6 héttel. Nem volt azzal sem problémám, viszont nagyon legyengült a szervezetem, úgyhogy nem erő, tehát, hogy ti nagyon figyeljetek arra, hogy ne így dur bele vissza az edzésbe, mert nagyon le van gyengülve a szervezet, és én nem is gondoltam volna, mert nem éreztem úgy magam, mint hogy gyenge lennék, viszont olyan rosszul lettem az intervall edzéstől, ugye az, amikor a pulzus felleúrál, olyan rosszul lettem, hogy csak na. Tehát ilyen szép lassan, fokozatosan térjetek vissza az edzéshez, ne úgy, mint én, hogy dur bele, hanem lépésről lépésre. Tehát így 3 hónappal a műtét után, amit egyébként észreveszek, hogy ilyen hosszabb távú történet, a hajhullás. Figyeljetek, megállt. Tehát én nem hiszem el, de egy szál hajam hullik ki, mondjuk, amikor hajat mosok. Egy szál. Egy. Hajat ugyan csomóba szedtem ki a műtét előtt, tehát ez hihetetlen. Már ezért megérted. Tehát, hogy ha másért nem is, ezért biztosan megérte, hogy kikapták a manduláimat. Tehát a hajhullásom az teljesen megállt.
Itt nem tudom, nem annyira tudom megmutatni itt a babahajakat, mert le van hajlakkozva a hajam, de hogy egyébként nőnek a kis babahajaim, óriási boldogság, vagy tiszta hajlak, az a mindegy. Szóval teljes boldogságban itt nőnek a kis babahajak, nem hullik ki, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan Rapunzel lehetek. Ami az arcbőrömet illeti, túl nagy változást azzal kapcsolatban nem láttam. Nekem ilyen ételintoleranciáim vannak, és nekem a bőröm, hogyha kicsap, az azért van. És igenis oda kell figyeljek, hogy ne egyek tejet, sajtot, óvatosan a cukorral, az alkohollal, és a többi, mert az kicsap. Úgyhogy nekem nem olyan problémám volt, vagy van, vagy hogy mondjam, amit a mandula műtét megoldott, pedig bíztam benne, de nem, nekem tényleg oda kell figyelnem arra, hogy no tejtermék, nem tudom, a tojással most éppen hogy állok, illetve cukor, alkohol, az így instant kicsap. Tehát vannak ilyen típusok, ez van, el kell fogadjam. Viszont, hogyha ezeket betartom, akkor makulátlan az arcbőröm. De mert csak ezt most csak azért mondom el, mert tudom, hogy sokan azért vágnak bele a mandula műtétbe, hogy az arcbőrük is szebb legyen. Szóval nekem ezen sajnos nem segített, de hát ez típusfüggő. A hajhullásomat megállította, nekem ez már óriási boldogság. Visszatértem a régi életembe, minden ugyanolyan, mint előtte, és bízom benne, hogy tudtam segíteni nektek ezzel a kis videóval. Egy kis motivációs beszéd itt a végére. Ha meg kell csinálnod, meg kell csinálnod. Ne várakozz, vágjál bele, jobb túl lenni rajta, de tényleg. Így 3 hónap távlatából azt mondom, hogy nem volt olyan vészes, de egyébként pontosan tudom, mennyire rossz volt, úristen. De tényleg, én a 4 bölcsesség fogamat kivetettem egyszerre, az semmi nem volt ehhez képest, de megéri, tehát hogy ne arra gondoljatok, hogy pillanatnyilag mennyire rossz lesz, hosszú távon megéri. És ami még nagyon fontos, és nem hittem el az orvosoknak, csak a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mondták, hogy a fájdalom az egyre rosszabb lesz. Tehát a 10. napig tényleg egyre rosszabb volt, és csak aztán kellett javulni. És amikor már a 7. napon azt hiszed, hogy jó, ennél rosszabb nem lehet, még lehet. De bírd ki, csináld végig, mert aztán ilyen hirtelen ugrásszerű javulást fogsz érezni, és pikpak jobban leszel. Tényleg ott a 10. nap után már ott nagyon nagy volt a fény az alagút végén. Szóval hajrá, akinek ezt... Ott egy mókus, de édes! Na, futás! Ott van. Kicsi baba. Szóval vágjatok bele, mert ha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni, és jobb túl lenni rajta. Erre nincsen jó időpont, sajnos, de számolj rá 1 hónapot. 2 hét teljesen off, otthon, és aztán még 2 hét, amikor már tudsz irodai munkát végezni, de fizikai munkát nem, sportolni nem, és a többi. Úgyhogy nagyjából így számoljatok ezzel az egészre, és bízom benne, hogy ezeket a videókat nem feleslegesen vettem fel, és tényleg segítek valakinek. Úgyhogy én kitartást és sok puszit küldök. Sziasztok!